Évtizedek óta foglalkozik kutyák kiképzésével Ferenci Sándorné, aki a munkakutya sportban való eredményes részvételéért és tevékenységéért a MEUE aranykoszorús jelvény kitüntetést vehette át nemrég Mogyorósi István miskolci elnöktől. Ferenci Sándorné rendszeresen tart kutyás bemutatókat óvodákban, iskolákban és rendezvényeken, a kiképzés mellett, de kutyaiskolát is vezet Karcagon. Bár ezek most a koronavírus járvány miatt elmaradnak, és az iskola is zárva. Most sajnos a járványra nézve nem mehetünk ki. Hát végül is kimegyek, mert ugye csak meg vagyok bízva, hogy ugye füvet levágni, meg azért rendbe tartani, meg azért ugye akadályokat megnézni, hogy bemenjen valaki, vagy na. Ebben kapcsolatban, és ha meg lesz a, ugye felszabadul, akkor ugyanúgy folytassuk a kutya iskolai tevékenységeket. Hát most van a két német juhászom, két dobermanom van, vettünk egy közép-ázsiai kutyát, ugye Karca, na, ház kedvencének, és akkor most ezek vannak, meg a erdély koppónk van. Most saját akadályaival udvarukon naponta gyakorol kutyáival. Lányai mellett már unokái, az iskolás Bencuska és Mircsike és az óvodás Dorcsika is magabiztosan vezeti a kutyákat. Én ugye, mint hogy elmondtam már sokszor, meg ugye bemutatókat tartok ugye iskolában, óvodákban, meg ugye más városokban. Nekem van itthon saját akadályaim, és én most ugye lekötöm magamat is, lekötöm az unokáimat is. Ugye most itthon vagyunk, ugye vannak akadályok, vannak kutyák, minden délután foglalkozunk velük. Vezetgetik, ültetik, fektetik, ugodják az akadályokat a kutyákkal, úgyhogy mi lefoglaljuk magunkat. A nagyobbak már akadályt is ugratnak a német juhásszal és a dobermannal. Az unokák, ugye van a Mircsike, van a Bencuska, meg Dorcsika, hát ők is vezetik. Hát végül is a német juhászokat azt vezetik inkább, meg ugye dobermant a Mircsike. De úgy felváltva vezetik, nagyon szépen mennek velük a kutyák, hát tudják a kutyák, hogy ugye gyerekkel vannak, mint ahogy már ugye bemutatókon is voltam, hogy ugye nem bántsák a gyereket ezek a kutyák. Voltak már versenyeken is, ahol dobogós helyen végeztek. A járvány vége után újraindul a kutyaiskola, ígérte Ferenci Sándorné. A március végén ugye beneveztünk Salgótarjánba, hogy megyünk az első ugye kutyakiállításunkra, mert ugye van fiatal német juhászunk, szerettük volna szerezni neki a pontokat. Ugye van egy kis fiatal barna Doberman szukám, a kis Gigike, majd azt is meg fogom mutatni, ugye, és akkor ugye azt is ugye vittük volna már elejébe a kiállításokra. Hát most sajnos ugye ebben várunk, mert ugye, na, de bízunk benne, hogy hamarosan vége lesz, folytatjuk a tevékenységünket. Legalábbis bízunk benne, és akkor várom a sok jelen új kutyásokat, meg a régieket is vissza, és akkor készülünk a további rendezvényekre, meg ugye munkakutyákosokat is, na, meg szerveztem volna egy munkakutya versenyt is, igazság szerint, volt is terve, de hát, hogy ősz folyamán meg tudjuk oldani.